A második dal a Türelem című, és azért is lett az második, hogy a mesztelen ugye megidézte meg a régi világot, és a Türelem pedig hozza be egyből az újat, vagy az, ami igazából jellemzi ezt az anyagot, és ez pedig a teljes szabadság. Nem akarom öncélúan azt használni, hogy bármit megtehetek, tehát hogy ahol indokoltnak érzem, ott használok sok mindent, és ott csinálom meg úgy a hangszerelést, a hangképet. A sztoriával kapcsolatban igazából annyit mondanék el, hogy az óriás ugye az én sztorim, viszont nekem ez az egész, mindenkinek megvan a maga története dolog, egy folyamatos dolog. Tehát, hogy az én sztorim az folytatódik, attól függetlenül, hogy az óriás most szünet el egy picit, és nem véletlenek ezek a dolgok abban a tekintetben se, hogy a Türelem alaptémáját is már a minden jelenég idején mutogattam a többieknek, és ők visszadobták. Tehát, hogy ami akkor elindult a fejemben zeneileg, az a kapcsolatban az volt az érzésem, hogy nem feltétlenül kell elkerültetnem, hanem esik jó abban a közegben azt úgy játszani, hogy az én fejemben van. Úgyhogy ez is egy ilyen fontos dolog lett az új lemeznek, hogy akkor megcsinálom nélkületek. Mondhatnám rossz indulaton, nem így történt. És még a jó sztori ezzel kapcsolatban, hogy minden, ami ebben a dalban történt, egy ilyen, nyilván lehet ezt túl mitizálni, hogy transzszerű állapot, vagy mit tudom én, mondjuk nem élek kábítószerekkel, tehát hogy nem tudom, hogy milyen az, amikor teljesen elcsavarodik az ember feje, de hogy minden, ami a dalba történik, az viszonylag egyértelműen és elsőre jött, hogy kell történni. És azért is, hogy most jelen meg ezt a lemezt, mert most állok azon a szinten, hogy az összes ilyen jellegű zenei elképzelésemet nagyjából meg tudom valósítani már önmagam.